Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit a Peti Stúdió főzős vlogjában. Mai nap kelkáposzta főzeléket fogunk készíteni. Belefől a kolbász és a szalonna is, tehát elég tartalmas egy tál étel lesz. Látjátok is már a fotón, hogy így néz ki a végeredmény. Itt látjátok majd a receptet is, szokás szerint meg a videó alatt is megtalálható. Összevágtuk a magyaróhagymát, de lehet lilahagyma is, vagy vöröshagyma. A káposztának kiszedjük a torzsáját, az nem kerül bele, és ilyen vékony 3-4 mm-es csikokra vágjuk. És külön edényben egy vizet engedünk, és a vízbe beledobáljuk ezeket az összevágott szeletkéket. Ugye az összes káposztát összevágjuk, és ugye a torzsáját azt mindig kivágjuk. Következő lépés az majd a burgonya lesz. A burgonyát ilyen kisebb méretű kockákra vágjuk. Tehát nem nagy méretű, hanem ilyen kis méretű kockákra. Látszik is a mérete a videón, hogy körülbelül mekkorára kéne vágni. Itt azért fontos a mérete, hogy egyszerre följön meg minden hozzávaló, egyszerre puhuljon meg. Kolbászt fogunk, négy ilyen nagyobb darabot belerakunk, az lehet nagyobba is, meg szalonnát is összevágjuk, összekészítjük, és utána egy külön oda készített lábosba berakjuk ezeket az összevágott hozzávalókat, burgonya, káposzta, meg a kolbász. Fölöntjük vízzel, és oda tesszük főni. Nyugodtan lehet ezt nagy lángon kezdeni a főzést, úgyse fog leégni. Tettünk bele sót, még köménymagot. A receptben úgy is látjátok majd, amit a videó alatt is megjelenítünk, meg itt a videó közben is, hogy még milyen hozzávalókat tettünk bele. Tehát a fűszerek is részletesen meg vannak jelenítve. Most fogunk egy serpenyőt, egy zsírt olvasztuk benne, megvárjuk, amíg szépen elolvad. Ezt még lehet egy kicsit nagyobb lángon is csinálni. Ugye most a nagy lángon van a gázon ez a zsíradék, és beleöntjük a lisztet, ugye mert ez egy rántás lesz igazából. Ezzel fogjuk besűríteni a főzeléket. De ez az elején van a nagy láng, utána már áttettük a kislángra. Ez fontos, ugye a rántást ne nagy lángon csináljuk, mert megéghet, meg megkeseredhet. És a levest viszont tehetjük nagy lángra, ugye, hogy szépen forjon, főjön. És folyamatos kevergetés közben elkészítjük a rántást. Ugye látszik, hogy még sül benne a liszt, és gyakorlatilag a levest is lehet közben egy kicsit kevergetni, ugye, meg a rántást is, és meg kell válni a rántással is, ugye addig főzzük, sütjük, nem is tudom, hogy mondjam, a zsíradékban, amíg megbarnul, ilyen barna színű lesz, és utána még tehetünk bele kis fokhagymát. Ha utólag tesszük bele a fokhagymát, akkor jobban kijön az íze, mint ha az elején, mert akkor elmennek az illóolajok belőle, és akkor az ízvilága egy kicsit gyengébb lesz, így meg jobb az íze. Közben elkezd forni a levesünk, vagy a főzelék, tehát az edényben ugye a hozzávalók, és most odébb lett téve, ugye, az a lényeg, hogy a rántás is ilyen színű legyen, ilyen állagú körülbelül, és hidegen kell majd belerakni. Még került bele egy kis piros paprika, fűszerpaprika, és így hidegen kerül majd bele a főzelékbe a rántás. Ha hidegen teszitek bele a rántást, akkor nem fog becsomósodni, ez a jó taktika. Ha melegen tesszük, akkor hamarabb becsomósodik. Ugye ez neki a fizikája. És ugye belekerült ez a fűszerpaprikával összekevert rántás, itt az előbb elkészítettünk, és egy kis
állandó kevergetés mellett, tehát kevergetés mellett, ugye belehelyeztük a főzelékbe, és ugye ezzel is főnie kell azért egy jó pár percig, hogy szépen összeálljon az állaga, és még összeérjenek az ízek, és amint szépen megfort, fölfort és megfőtt, akkor igazából készen is vagyunk vele. És íme így néz ki kitálalva, és köszönöm a figyelmet, kövessetek minket, figyeljétek az újabb filmjeinket, a Peti Stúdió filmjében és a Sofi főzős vlogjában is. Üdvözlök mindenkit, sziasztok!